Vezeték nélküli csengő. Azért hozták, mert álltag lepottyant, és azóta elnémult. A gumnyomásra nem csak villani, zenélnie is kellene. Valószínűleg hangszorok leszakadásról van szó, mert majd mindjárt meglátom. Aztán ennyi lesz a történet. Egy vezeték onnan lesz hát. Még nem is érte nagy erőhatás. Ez szörnyű. Ez meg valami macska szökőkút szivattyú. Be van szarulva a motorja teljesen. Kizárdra ugye szét lehessen szedni. Mi az egész vízben áll. Valószínűleg ki van öntve teljesen. Sőt, biztos. Ugye adom neki egy kis áramot. Elkezd pörögni, aztán beszorul. Szerintem a motorba is jutott víz. Mindegy, ezzel kipróbálunk most valamit. Mivel ennek a kis motorkának, vagy sem szivattyúnak, csúfolyik szivattyúnak, ma úgyis mindegy, mert a bejutó vízkő miatt megszorult a motor tengelye. Így most kipróbálhatjuk azt, hogy forrásban lévő citromsavas vízbe mártokat. Citromsav nagyon jó vízkő oldása. Még jobb, ha forra víz. Meglátjuk, mi lesz belőle. Lábos szökőkút. Hát, ez annyira ócska, hogy a csatlakozó is meghajlott.
megolvadt a forrásban lévő vízbe, meg ez a kis hátlap is. Legalább itt is látszik, hogy ez kiöntött cucc, ez nem javítható. Áramot adok neki. Hát. Forog. Már attól még nem lett megjavítva. Ezért ennyit lehetett tenni.